És nem lehet és egyszerűen vissza, azt mondani, de vissza, tenni. Kénytelen voltam visszavágatni. Jó, a fákat, de a nem, a bokrot, ott a kerítés mellett. Ja. Nézd meg, ott vissza lehet vágatni az egész. Pontosan azért a 17-ből kinéz a néni, pont odalát, és látja, hogy ott a jó ember éppen letolt gatyával végzi a dolgát. Valami elképesztő, komolyan. Itt nem, is, nem is érdekli őket. Nem is érdekli őket. De Pisti, itt a füvet azt még nem szedik össze, de a több milliós fűnyírógépet vettetek. Megkérdeztem, azt mondják, azért nem, mert ez visszakomposztál. Ja, ráncokat. Tehát ez befilcesedik, és alatta ki nem. Sül a fű, hidd el nekem. Én nézd, nem vagyok szakember, direkt rá kérdeztem, mert volt olyan terület, ahol valóban kérték, hogy hát össze kellene gerezni, mert ezt valamikor úgy szokták. És az a válasz, a hozzáértő szakember mondta, hogy hagyják a esedéket, és visszakomposzt. De mondjuk itt, ha megnézed, elég szép. Tehát némiképp őket igazolja. Paprika, paradicsom, palánta köré rakni, az valóban nagyon az jó. Igen. Tartsa a nedvességet. De azért már hát pontosan azért szellőztetik a pázsitot. Így van. Direkt azért van szellőztető. Mert az, hogy hát csak úgy... Nyilván én is azt gondolom, hogy így a helyes. De és most itt mi lesz a feladat? Bocsánat. A területen a hulladék, a szemét összegyűjtése. Ott látjátok egyébként, hogy a szalonos ütő környékén, hát sajnálatos módon arra nem képesek, a mellettük lévő 3 méterre látható szemetesbe belerakják a szemetet, ott hagyják, elszórják. Tehát azok, akik mondjuk ide jönnek szalonnát csinálni. Tehát elég sajnálatos az, hogy szoktuk mondani elhíresült mondás, miszerint a szemét eldobja magát. Nyilván nem igaz, a szemetet eldobják az emberek. Azok pontosan mi vagyunk, akik renitensek vagyunk, és egyszerűen olyan helyzetet teremtünk a környezetünkben, ami egy idő után elviselhetetlenné válik. Hogy a másik rovására csinálja, szerintem. Thank you.